Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Sokat kapom mostanában ezt a kérdést, hogy melyik ampot válasszom, melyik ampa jó, milyen összeállítás legyen, úgyhogy ezt a videót az ampoknak fogjuk szentelni. Ezen kívül sok live-ban, illetve sok videóban bemutattam már Cetust, és Cetus hogy működik, és ezen belül a Quill Onco hogy működik, ahol össze lehet állítani az ampokat. Csatornámon megtaláljátok ezt a legutóbbi Twitch streamemen, kezdőknek való streamen ott is megmutattam, hogy Cetus hogy működik. De tudom ám, hogy miért kérdezitek ennyire, hogy melyik ampot válasszátok, és igen, tisztában vagyok vele, az első amp megalkotása azért nem kevés munkával és farmolással jár, és nyilván szeretnétek ütni, hogy valami jó ampot válasszatok, plusz szeretnétek ezt csinálni. Nos, azt el kell, hogy áruljam, hogy ezt nem az amp csinálja, hogy őszinte legyem, az amp az csak az eszköz, amivel ezt el lehet érni. Nem fogom nektek megmondani, hogy melyik a legjobb amp, mert azt nektek kell eldönteni, nektek lesz melyik a kedvencetek. Azt viszont abban segíthetek, ahogy kiválasszátok azt az ampot, amely az adott célra a legmegfelelőbb lehet. Hozzáteszem mindazt, hogy mely jó ide van egy jó pár ampom, és azok, amiket ebben a videóban meg fogok mutatni, azok mondhatni úgy, hogy idejét múltak, de nem kevésbé hatékonyak. Szóval az amp, amit mutatni fogok, attól mostanra van nagyobbat sebző is, viszont én azért nem gyártottam le, mivel hogy nem volt rá szükségem, a régebb óta összeállított ampom is teljesen, tökéletesen ellátja a feladatot, amit láthattátok az előző jelenetben. Szóval nincs konkrétan szükségem arra, hogy a legnagyobb a sebző ampom legyen, mert ez is tökéletesen nagyos sebez, és elvégzi a feladatát, amire nekem szükségem van. És itt jön a kérdés, hogy neked mire van szükséged? Miért van szükséged egy ampra? Mert hogy többfajta amp van, és ugye a legújabb, amit behoztak, az ilyen gépfegyver amp, nagyon hatékonyan lehet vele mobokat ölni. De legyünk őszinték, ugye? A Warframe-ben jelen pillanatban az ampnak és a tenónak, a tenó képességeknek van szerepe, bár az ampnak akkora szerepe nincs, kivéve egy adott ponton, és ez az Eidolon Hunt. Szóval, amiben segíteni tudok nektek, hogy kiválasztatok valami olyan ampot, amivel az Eidolon Huntban, hogy is mondjam, hely tudtok állni, ettől függetlenül, hogyha mobokat szeretnétek vele ölni, ott is helyt fog állni. Szóval meg fogom nektek mutatni konkrétan az első ampomat, további egy-két variációt is. Annó, amikor kijött ez az egész tenósdi, ugye a community rá is feküdt, hogy megtalálja a legerősebb ampot, amely jó az Eidolon vadászat ellen, és azóta is azt kell mondjam, hogy az a változat az egyik legjobb, valószínűleg a legtöbb embernek jelen pillanatban is az van, azért ampokat gyártani folyamatában nem egy olcsó szórakozás, hogy kitapasztaljátok, hogy melyik a legjobb. Uber kezdőknek hogyan kell egy ampot csinálni? Lemész Cetusra, oda mész a Quill Oncohoz, vagy oda Fast Travelers a Quill Oncohoz, oda mész, nyomsz egy X-et, és rámész arra, hogy Amp Assembly. Amp Assembly-nél ki tud választani az alkatrészeket, amelyekre szükséged van, továbbá, amint kiválasztottad a három alkatrészt, akkor látni fogod, hogy milyen adatokkal rendelkezik az az amp. Ha neked úgy döntöd, hogy tetszik az, amit látsz adatokban, akkor legyártod. Viszont, amire figyelned kell ebben az esetben, az az, hogy milyen fajta
ampot, illetve bocsánat, amp alkatrészt raksz be, és az milyen tüzelési módot ad. Mire gondolok itt? Például megesett, hogy az új gépfegyvernek magas a crit chance-e, de ugye a firing rate autóra megy. Akkor megesett, hogy ami mit te egy dolomvadászatra használsz, a gépfegyver nem feltétlenül jó oda, tehát egy másik ampot kell válaszolni, ami mondjuk ilyen shotgunosabb, szóval tudnod kell a leírást, el kell olvasnod, hogy milyen fajta az az alkatrész, és milyen tüzelési módot biztosít. De azt kell mondjam, bármi, ami nem az alapamp, az már jobb. Szóval nem lesz nehéz választás ebből a szempontból. De viszont ugye az egy dolom vadászat az egyik leglényegesebb dolog jelenleg a Warframe-be, és az ampot leginkább arra szeretnénk használni, és van egy olyan érzésem, hogyha bejön Fortuna, akkor az ampnak ott is nagy jelentősége lesz. Nem tudom még melyik ampnak, de egyelőre az egy dolom vadászatban azt kell mondjam, hogy kettő stílusú amp van, ami egészen jól megy a vadászat vele, akár szólóban is. Nos, akkor megmutatom, hogy én mit használok egy dolon a vadászatra. Konkrétan szinte az első ampok között volt, amit én összeraktam magamnak, akkor még ez számított az egyik legerősebbnek. Azóta, ha jól tudom, van még egy, amit kicsit többes sebez, mint itt a 3500, de úgy tehát nincs rá igazi szükségem, ezért én nem gyártottam le. Na szóval, ez az egyik shotgun fajta, amit használok tulajdonképpen. Ezekből az alkatrészekből áll itt prizm, amit láthatjátok, a Schwack prizm, scaffold, Schaksun scaffold, ugye, és a brace-nél a Lohrin brace-t használom. Ilyen adatokkal rendelkezik. Egy egész kulturált kritikus esélye van, és egy egész kulturált státusz esélye van. Szóval, amit én kiegészítettem, és az ampoknak itt jön az igazi veleje, hogy őszinte legyek, az pedig ugye az arkének, amiket szintén a Quill Onkónál lehet kiszedni. Egy Arcane Fury-t használok, egy Arcane Fury pedig azt csinálja, hogy 20%-os eséllyel 30%-os damage-et ad 4 másodpercen keresztül. A viszonylag magas státusz esélynek köszönhetően ez a Fury szinte konkrétan mindig be van kapcsolva, tehát így nagyon-nagyon-nagyon gyakran be van kapcsolva, és emiatt egy extra 30%-os damage növekedésem van, ami lehetővé tesz egy becsületes sebzést, akár szólóban is, de az egy dolog, hát az egy csoportos foglalkozás, és a csoportban a legjobb, és a legjobban maximálisan tudjátok csinálni a vadászatot. A másik amp, amit használni szoktam, az a Need the Fuck Out of It ampom, amit egy dolom vadászatra szoktam használni, ugye ez egy ilyen aknavető szerűség, kicsit kevesebb státusszal, de még így is sok státusznak számít, critical chance-e egy kicsit magasabb, bár a sebzése kisebb, de mégis nagyon jó sebzést tud leosztani az Eidolonnak. Másodlagos tüzelése viszont sokkal nagyobb, szóval akár azt is használhatom, bár az elsődlegest kedvelem ebben a formájában, és erre a ampra, pedig a Virtual Strike-ot használom, az meg 20% eséllyel plusz 60% crit damage-et ad 4 másodpercen keresztül, szinte mindig be van kapcsolva ez is, és ez az, ami egy kicsit megnöveli mind a két ampnak az erejét. Szóval ez az amp, ez az amp jelenleg ugye a Gradnu Prince-ből van, a Pencher Scaffold-ból, Lohrin Brace-ből. Majdnem biztos vagyok benne, hogy azóta jobb változatát is össze lehet állítani, de amikor ezt ugye összeraktam, akkor ezek voltak az opciók, amiket össze lehetett rakni, így aztán én e mellett döntöttem. Úgyhogy ha választatok is, akkor ügyeljetek arra, hogy legyen egy kis crit chance, legyen, vagy status chance, és ennek megfelelően egy Arcane Strike, vagy Arcane Virtual Strike, vagy Virtuous Fury-t rakjatok be mellé a damage növekedés érdekében. Ezeket használom én
jelen pillanatban, hogyha egy dolonra kell vadászni, és tökéletesen boldog vagyok vele. Leggyakrabban ezt használom, ezt a shotgun-szerűséget, ez a legkönnyebb. Miért mondom ezt? Mivel, hogy leginkább, hogyha egy dolonra megyek vadászni, akkor a szerep, amit viszek, az a madurai iskolához kötődik, mégpedig ugye a nagyon nagy damage az a Void Strike-nak köszönhető. Ha van egy Void Strike-od, ezzel fel tudod boostolni a damage-edet. Kiteleportálsz a Tenóval, a Warframe-edről lenyomod a Controlt, és felhasználod az energiát, amit van, és az bónusz damage-et fog adni neked 8 lövésen keresztül. És ez volt az, amit láthattatok, hogy Void Strike-om jól fel volt stackelve, és lőttem egyet, és levitte a shieldjét. Na most mivel, hogy egy lövetű ez a shotgun, ezért a Void Strike-kal együtt nagyon jól működik, mivel hogy egy lövetű. A másik pedig nem egy lövetű a gránátvető, hanem hármat lő ki egyszerre, és az három lövésnek felel meg a Void Strike esetében, és azt viszont nem szeretném, mivel hogy minden lövés precízen ki van számolva. Tehát, hogy egy négyes csoportban mész, és van 8 stacked, az tökéletesen elég az, hogy egyszer leszed a shieldet, lelőd a limbet, leszed a shieldet, lelőd a limbet, leszed a shieldet, lelőd a limbet, és így tovább, amíg elérsz addig a pontig, hogy felhasználod az összes Void Strike-odat. Szóval, mivel, hogy többnyire a Madurai Void Strike szerepét veszem fel, ezért a shotgun szoktam vinni. Hogyha netán a gránát vesző gránátvetőt viszem, akkor érdemesebb például az Unariu iskolával menni, és az Unariu Wisp-et választani, mert a gránátvető ugye a Unariu Wisp kávét ugye 12 másodpercig tart, extra damage-et ad, és ugye a gránátvetővel célszerűbb ezt vinni, mert nem számolja a lövéseket, hanem egy adott ideig tart. Szóval az ampoknak az ereje valójában innen jön, semmint abból, hogy hú, de erőseket tudnak lőni, és amikor választasz egy ampot, akkor ezeket is vedd figyelembe, hogy milyen iskolával fogod használni. Szóval még egyszer, én, hogyha egy dolonvadászatra kerül a sor, akkor ugye ezeket szoktam használni, Shock, Shakrun, Lohrin a shotgun kedvéért, illetve hogyha a gránátvetőről van szó, akkor Gramnu, Pencsa, Lohrin, de mindegyikben valószínűleg tudtok már egy jobb változatot is csinálni, ha nem, akkor tökéletesek, teljesen megfelelnek. Van még ilyen alapamp, ami alapamp, tehát ez az újonnan bejött amp standardől összerakva, ez egy gépfegyver, elég magas crit chance-szel és sebzéssel rendelkezik, hogy őszinte legyek. Van egy ilyen másik amp, ami szintén magas crit chance és elég jó sebzéssel rendelkezik, de inkább mobok ellen, hogy őszinte legyek. De ez manapság a Warframe-ban, ez a kettő az, ami, hogy is mondjam, dominál egy dolon vadászatna. Ez a két fajta tüzelési módszer és a nagyjából e körüli adatokkal rendelkező két amp az, ami dominál jelenleg egy dolon vadászatna. Srácok, remélem, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy egy kicsit letisztázódott az ampoknak a fogalma számotokra, és menni fog a dolog, ami a másik lényeges, hogy ha szereztek egy lankát, a snipert ugye, szerezzetek bele egy rivent. Nem azt mondom, hogy feltétlenül szükséges, mert hogyha van egy csoport, akivel mindig mész egy dolon vadászni, ott minden bizonyal lesz egy olyan valaki, aki rendelkezik egy rivenes lankával, és lövi azokat a limbeket, és ugye azt a szerepet fel fogja vállalni, hogy ő lesz az, aki ellövi a limbeket. Többnyire ugye a Chroma szokta ezt intézni, egy Walshiden keresztül és egy Unariu Wisp-el ellátva, és akkor egy lövés alatt le tudja lőni azokat a bizonyos limbeket, míg ugye a Madurai-nak a Void Strike-jai az Eidolon Shield-ét szokták
leszedni. Úgyhogy, hogyha válasz is egy szerepet egy ejdalom vadászatba, akkor igyekezz egy olyan szerepet vállalni, ami nem feltétlenül kritikus, hogyha a lankádba nincs egy riven azért, hogy gyorsan intézd el azt a bizonyos ejdalom. Miért mondom ezt? Mert a legtöbb ember manapság a Warframe-ben három ejdalom vadászatot, 3x3-as ejdalom vadászatot rendez le egy éjszaka alatt, és úgy néz ki, hogy az alá nem nőn akarnak adni. Ezért célszerű esetleg egy herót választani, vagy egy voltot választani, vagy hát Trinity-nek elég sok a szerepe, szól abban, hogy össze kell gyűjtse ugye a lúrokat, de egy hero és egy volttal könnyebb dolgod lesz, és senki nem fogja nézni azt, hogy van-e rivened abban a lankába, vagy nincs rivened abban a lankába, és te is be tudsz segíteni azokban a lövésekbe. És hogyha a hero, vagy voltot választanál neten eldalom vadászatra, akkor a voltnak érdemes például egy Unairiu Vispes iskolát vinni, és folyamatosan biztosítani a társaknak az Unairiu Vispet, miközben rakja le a shieldet. A herónak pedig igazából akármelyik lehet, tehát lehet egy Madurai-nak a Void Strike-ja is, illetve Unairiu Visp is, de a Madurai Void Strike-ot szokták vinni, ha jól tudom. Legtöbbször. Nos, srácok, most hát tényleg ennyi lett volna. Remélem, hogy kicsit tisztázódott a dolog, segítettem legalább összeállítani egy-két ampot. Mint mondtam, nyugodtan nézzetek utána annak, hogy ezeknek az ampoknak, amiket bemutattam, az erősebbet sebző változatuk létezik-e. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a shotgunos változatnak igen, van egy nagyobbat sebző változata. De mivel, hogy én lusta voltam, illetve tökéletesen megfelel az, amit jelenleg használok, amíg nincs rá szükségem, addig nem fogom azt a másikat összerakni. Csak azért, hogy egy ezressel többet sebezzek, mondjuk konkrétan az nem lenne kevés, de az egy dolog vadászatnál ez annyira úgy sem jön ki, hogy őszinte legyek, és a Void Strike az sok mindent el tud intézni damage terén. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Discord szerverünk bárki számára elérhető videó link a videó leírásában. Klámba lehet jelentkezni, link a videó leírásában. Kérdéseket, kommenteket várom videó komment szekciójában, illetve Facebookon, ahol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!